Sziasztok, ez Nál Magazin, mai vendégünk a Leander Kills, akik derejét fognak nekünk készíteni. De mennyire sikerült összecsiszolódni, és hogy megy a turné? Hát egyelőre kevésbé frekventált helyekkel léptünk föl, de mindenhol baromi szép nézőszám volt. És ami a legérdekesebb, hogy múlt héten jött kellem, ez is visítják az összes dalt, ami ennél fontosabb dolog nincs. Hogyan reagálnak a fényévtávolságra egyébként? Imádják. Remélem, azért már azt hiszik, hogy én írtam, de... Na és mit vártok a Barba Negres koncerttől? Mire számítotok? Meg ne spontán önfelett tapsot. Hát ez az egyébként lesznek vendégszereplők is, még nem tudnak róla, de Kálai Ernő ott lesz. Ikarusz vele már megdumáltam, Árdikával, hogy jön és bóckodik egy kicsit. Ikaruszról mesélj egy kicsit, hogy elég különleges ember. Megtalált engem 6-7 éve, hogy tökre tetszik nekem, mit csinálok, és hogy egyszer majd csináljunk már együtt egy dalt. Hát itt teljesül mindenki kívánsága, 6-7 év múlva ez létre is jött. Ők csinálják ezt a HC duplaké pakációt, és a Viharok Tavaszon volt a bevonuló zenéjük, és tényleg én is láttam videóban, hogy iszonyatos tömegek éneklik a dalt, és innen jött az ötlet, hogy valamit közösen toljunk, és akkor átjött, és ettem mögöttem a csirkerist, és csak üvöltözött, hogy csináld már. Így megszületett ez a dal. Ez a dal nem lett túl gondolva, ez írdatlanul egyszerű. Kolbászra lehangolva, csak a lábdob, és kész. A lemez címadó dala a túlélő, erről mesélj egy kicsit. Gyakorlatilag kész volt a lemez, és persze, ahogy ez a nagy filmben meg van írva, a master leadási határidőm volt, mert beígértem, és mert előre bejelentettük a megjelenést, és kész lett ez a dal. Gyakorlatilag az intro az már 5-6 éve megíródott, a további részek is kb. 4 éves témákból vannak össze volt. Nem fog, az úgy össze vannak hollózva, mert mind olyanok voltak, amiket imádtam. Aztán megírtam a refrént, rájöttem, hogy annak a harmónia mellett az teljes mértékben Spazierstől a Viva Forever. Ez engem rohadtul megjelent, hogy erre nagyon jó éneket lehet írni. Az egész ének gyorsan kigurult, csak a refrénnel volt bajom, és föl alá mászkáltam. Hát láttam ezt a fölügy szövegei ötlete között, az ének túlélőt, és gyakorlatilag összeállt az egész kép. Tehát, hogy nincs benne semmilyen személyes dolog, tehát, hogy sokan jöttek ezért biztos ezért, mert hogy ahogy ott mostanában a dolgok alakultak, ez arról akar szólni, de nem. Egyébként ez a túlélő című dal, ez végig arról szól, hogy az embernek van egy X idő az életében, és hogy meg kell próbálni maradandót alkotni. Már egy ideje kim van a lemez, van valami kedvenc fikázós kommented? Az még nem volt, viszont múltkor kaptam egy levelet, hogy fú, kurva, az a zenekar, fölismerem a gitárosokat, írt egy nevet, mert nem az volt. Mondom, ebben nincs senki ilyen, és visszaír utána, hogy de amúgy ki énekel? Kösz. Mondtál egyszer, hogy a metal zene az annyi energiát kell, hogy tartalmazzon, ami leveszi azt a feszültséget, ami később rákot okozna. Persze, hát a metal zene tényleg pontosan erről szól. Tehát ez egy érzelmileg és megvalósításában is egy agresszív dolog. Tehát, hogy azért, sőt, a metal zenét inkább azt mondanám, hogy ez hangszeredés, az nem is egy műfaj. Mert azok a dalok, amiket mi játszunk, azok gyakorlatilag pop-dalok, csak iszonyatosan szeretjük azt, hogy találunk a színpadra, drop-gisz, hátul jön az erősítő, nem egyébként nem erősítő, ezért nem usták vagyunk. De ez tényleg ez erről szól, és hogy muszáj egyébként az embernek kiadni a szart magából, és erre kiváló dologunk a metal zene is szerintem. Viszont azt mondtad, hogy ez a lemez nem feltétlenül fog sok maradandó nyomot hagyni maga után, viszont egy csomó érzést és érzelmet közvetít, vagy mond el a fiatalabb generációról. Miért gondolod ezt így? Volt a Leander Rising korszak, és javarészt nagyon sok olyan ötletet használtak fel, amik akkor megíródtak, vagy amikor már én tudtam, hogy annak a zenekarnak vége is. Tudtam azt, hogy teljes mély depresszióba fogok esni, hogyha ezért lenyomjuk a búcsú koncertet, ezért előre gondolkodtam, és előre elkezdtem írni a dalokat. Úgyhogy gyakorlatilag ez még ugyanaz a korszak, és az új korszak az innen kezdődik. Valami szép most véget ért, ami némán benned élt. Egy égtől kapott remény, hogy halhatatlan lény. És Máté, te miért mondtál igent arra, hogy
szeretnél Leanderre zenélni. Már 2010 óta követem a Leander pályát, amikor kijött a Chapter, szóval volt a legelső, és akkor még Londonba éltem, és emlékszem, hogy hallgattam rengeteget a szobámban egész napban. És utána ugye a lemez is kijött, akkor azt is nagyon sokat hallgattam a Szívidonát, és akkor így valahogy összekeveredtünk. Hogy keveredtünk össze? Nem, szerintem többször is találkoztunk az éjszakai életben, de ez a konkrét válaszokat sose fogunk kapni. De én ezt se titok, tehát amikor volt egy körülbelül valamikor utolsó Rising koncertot találkoztunk, és pont említettem is a Mártinak, hogy hát majd dumáljuk arról, hogy már én is láttam a munkáját YouTube-on, és teljesen összeszartam magamat, hogy gitározik. És egy dumáljuk arról, hogy érdekel, és volt, hogy jó, jövök! Ennyi a sztori. Tökre imádom meg minden, és így a zene is jó volt, már átküldött már ilyen demót, az azt az első két dat átküldött, hogy így hallgatgassam, és persze, nem is gondolkoztam volt nagyon, tehát hát nem volt mond. Szeretet van. Mert itt régen a Wisdomban játszottál, és most még mindig megy az Ale Storm Millionból zenekar. Arról mesélj egy kicsit, az hogy tudjátok összeegyeztek, hogy mit csinálsz a múltan? Hát igazából egy éve, pont most lesz egy év, hogy beszálltam az Ale Storm, és akkor még a Wisdomot is csináltam, és hát akkor nagyon beindult az Ale Stormnak így a nyári turnéja, ugye a fesztivál szezon, és akkor már a Wisdomot nem nagyon tudtam csinálni. És utána meg már olyan turnétervek voltak, hogy abszolút nem fért bele már a Wisdomi sajnos az időmben, pedig még az a most megjelent új lemezen is én játszottam. De ez az Storm az fantasztikus, tehát turnézunk össze is szóval, Ausztráliába, tavaly, Új-Zélandon. És most már meg Amerikába. És voltunk egy hónapig egy Európa turnén, aztán pont vasárnap visszajöttem, hétfőn megpróbáltuk is az a kóra, hogy kedden volt az első próbára két nap alatt. Egy nap múlva koncert. Úgyhogy igen, ez így kemény volt. Azt mondtad, hogy azért már így látszik kialakulni egy kép, hogy milyen lesz a következő lemez, vagy akár az együtt zenélés. Mennyiben lesz más ehhez a lemezhez képest? A kemény részek még keményebbek lesznek, a dallamosak még dallamosabbak. Egy sörözés alkalmával azt mondtad, hogy igazából a legfontosabb dolog az az ének téma, és hogyha az kurva jó, akkor ez akkor minden el van találva. Ezt mennyire tudatosan követed, vagy mennyire van az, hogy csak így kipattal a fejedből, és ott van? Alapvetően úgy gondolom, hogy nem sok összetevőből áll egy zene, tehát van a harmónia menet, amiből új dolgot nagyon nem lehet megírni a világot, mert a világ összes lágere körülbelül 4-5 harmónia körre épül. Nincs több. A hangszerelés egy dolog, az határozza meg az egész idegrendszerét, és igen, az ének az, amivel legjobban tudnak az emberek azonosulni, mivel mindenkinek van hangja, mindenkinek van szája, vannak szavak, amiket kimond, és ezzel tud leginkább azonosulni, tehát hogy itt tud legtöbbet elmúlni a dolog, vagy a legtöbbet hozzáadni, ez mindent, ez természetesen így van szerintem. Az instrumentális rész az meg másrészt, hogy pont ugyanilyen fontos, mert ha ott valami nincsen rendben, akkor az ének lehet bármi jó. Egy derejét készítettetek nekünk, és úgy tűnik, hogy iszonyat nagy rutinod van a konyhában, szoktál amúgy főzni, hogy szoktatok főzni? Együtt szoktatok főzni. Minden nap. De sose főzés a vége. Én szoktam főzni egyébként, de nem derejét. Az az első, hogy ezt csinálhatod. Én nem szoktam főzni, viszont a világ legjobb kávéját én csinálom. Hát a gépet. De én csinálom, hanem megvan a technikája és sok éves tapasztalat.